A fiatal generációkat is érinti a készpénz használatának a korlátozása, hiszen az egyetemi világban az egyetemi díjakat, a vizsgadíjakat vagy az ösztöndíjat sem tudjuk készpénzzel intézni, kizárólag kártyás fizetésre van lehetőségünk az egyetemen. Csak úgy, mint a fiatalokra épülő szórakoztatóiparban, hiszen a fesztiválokon, koncerteken vagy egyéb hasonló rendezvényeken is kizárólag kártyás fizetésre van lehetőségünk, nincsen lehetőségünk készpénzzel fogyasztani. Én az idősek nevében szólalok föl a készpénz használat mellett. Az idősek már nagyon nehezen tudnak alkalmazkodni a technikai kihívásokhoz, a digitális eszközök használatához. A megszokott, a jól ismert, a gyerekkor óta alkalmazott módszereket szeretjük használni. Jelenleg a nyugdíjasoknak a százezrei is várják a postást a havi nyugdíjukkal, mintsem választanák a banki átutalást. A piacon feltétlenül szükséges a készpénzhasználat, az őstermelőktől tudjunk vásárolni gyümölcsöt, zöldséget. Felháborító, hogy az élelmiszeripari láncoknál már sok helyen megszüntették a kasszákat. Eddig is kilométer hosszú sorokat várakoztunk, de még így is kedvezőbb volt számunkra, mint most az önkiszolgáló pénztárakat használni. Egy kiskereskedelmi egységben, ahol online pénztárgépet alkalmaznak, ott a kereskedőnek kötelessége a digitális fizetés lehetőségét is biztosítani vevői számára. Nagyon gyakran, amikor kártya helyett a telefonunkkal fizetünk, ennek felára van. Ezeket a költségeket természetesen nem a vevők fizetik ki. De ez tévedés, valójában ők fogják, hiszen a bankkártya terminál üzemeltetője ezt kiszámlázza a kereskedőnek, a kereskedő viszont a profitjából nem szeretne semmit odaadni, emiatt ráterheli a vevőkre ezt a plusz költséget. Ezért, ha bankkártyával fizetünk, igazából többet fogunk fizetni. De nem csak azok fizetnek többet, akik bankkártyát használnak, hanem a kereskedő az árait fogja megemelni, és mindenki, aki ilyen helyen vásárol, ahol a bankkártyás fizetés is biztosított, magasabb árakon fognak vásárolni a vevők. A Mi Hazánk mozgalom ezért is követeli a készpénz használatának alkotmányos jogátételét. Azt gondoljuk, hogy az alkotmánynak mindenképpen le kell fektetni azt, hogy sehol ne lehessen lehetőség diszkriminálni, vagy akár megtiltani a készpénz használatát. Ez egy alkotmányos jog, és a szabadságunknak egyik utolsó pillére.